Szeretettel köszöntelek benneteket, a tavasz első sulijáróját látjátok. Itt az ideje a tél elbúcsúztatásának. Mi a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjaival mókáztunk. A farsangról készült bejátszást hamarosan láthatjátok, előtte azonban tekintsétek meg a tartalomismertetőt. Évforduló. Bessenyei Györgyre emlékeztek a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban. Biztos alapok. Volt növendékek mutatták be tudásukat a Vikár Sándor zeneiskola hangversenyén. Itt a farsang állabál. Stand-up comedyvel jó hangulatban búcsúztatta a telet a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diáksága. Több mint egy évtizede szerveznek a volt növendékeknek, diákoknak hangversenyt a Vikár Sándor zeneiskolában. A nyíregyházi intézmény célja ezzel az, hogy példát, jövőképet állítsanak a mostani generációnak, a jövő fiataljainak. Több mint egy évtizede rendeznek hangversenyt a Vikár Sándor zeneiskola egykori növendékeinek. Az intézmény célja ezzel többek között, hogy a jelenlegi diákoknak jövőképet mutasson. A fellépők között kiemelkedő tehetségű csellista, ének és hegedűművész is szerepelt. Pavliskó Diana Beregszászon született, ott kezdte 6 évesen hegedű tanulmányait. Később családjával Nyíregyházára költözött, ahol a Vikár Sándor zeneiskola növendéke lett. 6-os voltam, amikor ide beiratkoztam ebbe az iskolába, Schmidt Miklós tanár úrhoz. Aztán elkerültem ide szintén Nyíregyházára a szakiskolába, majd következett Miskolc, a Zeneművészeti Főiskola. Ott ragadtam egy kicsit, ott dolgoztam, színház, zenekar, tanítás, aztán család, és mostanában úgy 2-3 éve kezdek visszakerülni a zenei életbe, Nyíregyháza zenei életébe, és egyre aktívabban hegedülök, gyakorlok, így aztán a régi tanári karból eszükbe jutottam, és felkértek, hogy a mostani koncerten én is játszak. Persze nagyon örültem neki, hogy eszükbe jutottam, azt jelenti, hogy ugye nem feledtettek el, pedig hát nagyon sok év eltelt azóta, mióta kiléptem ebből az épületből. Nagyon jó volt az, hogy zenekari lehetőségeket is kaptunk, tehát nem csak a monoton gyakorlás, hanem egy népes társaság, koncertekkel fűszerezve, külföldi turnékkal, és hát meghatározó élmény volt természetesen. A zeneiskola zenekarában 13 évig működtem közre, így aztán az eddigi életemnek majd, hogy nem a felét zenekarozással és az itteni élettel töltöttem. A Vikár Sándor zeneiskolából indultam címmel rendezett koncerten több volt növendék mutatta be tudását. Kis Gabriella pedagógusként és énekművészként egyaránt elismert. Hosszú éven keresztül jártam ebben a zeneiskolába, az egész gyermekkoromat itt töltöttem. Először hegedű tanszakra jártam, hegedülni tanultam hosszú évekig Dr. Szilágyiné Pálkai Máriánál, aki utána támogatott engem az énekesi továbbtanulásomban is. Tanultam zongorázni, szolfésra jártam, és végül a magánének tanszaknál kötöttem ki, Suhanyecné Kazár Irén növendéke voltam. Énekeltem már máskor is, volt növendékek hangversenyén. Most pontosan 2004-ben, ha jól emlékszem, egy ugyanilyen hangverseny alkalmával léptem föl. Hány évig voltál Kazár Irén tanítványa? Kazár Irén tanítványa 3 évig voltam, és ez alatt a rövid idő alatt sikerült úgy felkészítenie, hogy rögtön zeneművészeti főiskolára vettek föl Miskolcon. Szereztem az első diplomámat magánének szakon, Pekker Zsuzsanna és Kovács Brigitta tanítványaként, majd felvételiztem a Szegedi Tudományegyetemre, ahol énekművész szakon végeztem Dr. Temesi Máriánnál. Nagyon fontos, hogy a tanároknak a szakmai tudása és a példamutató magatartása hogyan ösztönzik utána az embert a pályára, úgyhogy ezeket az alapokat zeneileg és szakmailag, emberileg így szívtam magamba. És sokat köszönhetik nekik azért, hogy utána ezt a pályát választottam minden egyes itt tanító tanárnak, akinél tanulhattam. Az intézmény a megye első zeneiskolájaként 1939-ben kezdte meg működését. Jelenleg hazánkban az egyik legeredményesebb intézményként tartják számon. Hát azt mondhatom, hogy az eredmények terén akár a tanári, akár a gyermekeknek a sikeres szereplését nézzük, azért az országban az első 10-ben vagyunk benne. Általában minden országos versenyen jelen vagyunk tanulóinkkal, és mindenhonnan szép eredményekkel térünk vissza.
A tanulók létszáma átlagosan 1000 fő, őket 7 különböző tanszakon oktatják. Az intézmény elsődleges feladatának tartja a zenei műveltség megalapozását és fejlesztését. 3 évente országos zeneiskola zongora versenyt rendeznek, amelyen a legtehetségesebb fiatalok vesznek részt. Munkája mellett a vikáriskola 7 országgal tart fenn szakmai kapcsolatot. Bessenyei Györgyre, a felvilágosodás vezéralakjára emlékeztek a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban. Az író-filozófus halálának 200. évfordulóján a Bessenyei Társaság elnöke azt hangsúlyozta, a mai kor fiataljainak Bessenyei azt üzeni, hogy kitartásra, békességre és igazságra kell, hogy törekedjenek. Tiszának partján víradok meg egyszer, hol ifjú életemben jártam sok ezerszer. Az ég volt az atyán, kék szín táblájával, tüzesedni láttam napunk sugárával. Minden okfejtésnél többet mond a vers. A megemlékezésen a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium diákjai adták elő névadójuk műveiből összeállított bejátszásukat, csodálatos zenével fűszerezve. Bessenyei a magyar felvilágosodás úttörője, 1747-ben született Bercelen, Mária Terézia udvarában tanult. Igazán ismerté akkor vált, amikor megjelent Ágis tragédiája című drámája. Ezt számos kötet elmélkedő mű követte, törekvései a nemzetünk meghatározó irányvonalai lettek. Bessenyei György filozófus, író, bölcsész, költő, a felvilágosodás vezetője 200 évvel ezelőtt halt meg, életének, tevékenységének és szellemiségének hű őrzője a Bessenyei Társaság. Az évfordulót a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban ünnepelték meg. Ez nem szomorú ünnep ám, mert Bessenyei maga írta meg a Holmiban, hogy elmúlhatik bennem a Bessenyei György élete, de az a meleg, ami belőlem kiárad, az fönnmarad, itt marad, és másokat fog életre melegíteni. Ebben a hangulatban, ráadásul most a Bessenyei Gimnázium 100 éves pontosan, eljöttek ide egy teljes iskolai garnitúrával, énekkarral, versmondókkal, irodalmi színpaddal, egyéni szólókkal, igazgatójukkal, tanárokkal, úgyhogy nagy öröm ünnepes. Bessenyei gondolatai örökérvényűek, a ma fiatalságának is üzennek. Egy tartást, egy magatartást, egy gondolkozásmódot üzen az, hogy minden körülmények között meg kell maradnia embernek, emberi tartása legyen az mindenkinek, és mindig tudjon újrakezdeni. Ha véletlenül valami már úgy látja, hogy nem ment, akkor újra kell tudni kezdeni. Csodálatos idézete a felvilágosodás üzenete, az ő életfilozófiája, úgy tetszik, amely így hangzik valahogy, ha nem is pontosan idézem, hogy a világnak adja minden embert, igazságra, békességre, egymás terhének hordozására teremtett, szabad élettel áldván mindeneket. Azt, hogy ki is volt Bessenyei és mit jelent számunkra, több költő és író magyarázta. Áprili Lajos egy szonettel örökítette meg Bessenyei bihari remeteségét, hiszen Pusztakovácsiban töltötte életének utolsó 20 évét. Vetélkedő sorozatot indított a Zrínyi Ilona Gimnázium általános iskolásoknak. A versenyen a megye tudósairól és művészeiről emlékeznek meg.
Bár a tehetséggondozásra már az iskola megalapításától kezdve nagy gondot fordítanak, ezt a programot a Zrínyi Ilona gimnázium első alkalommal szervezte meg. A tehetséggondozós hálózat kiépítése kapcsán kapott a Zrínyi Ilona gimnázium egy pályázati lehetőséget, és ebben úgy gondoltuk, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudománytörténeti vetélkedőt ildomos lenne szerveznünk, amiben megemlékezünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kitűnő tudósairól, művészeiről. 14 intézmény jelentkezett, a tanulók két fordulóban mérhették össze tudásukat. Postán küldhették be az eredményeket, ezek után derült ki, kik voltak a legügyesebbek és legokosabbak. Ebben kellett írni pályázatot egy tudós nevében egy Panteon felállításához, vagy kellett szerkeszteni bibliográfiát, életrajzi, életmű összeállításokat. És a harmadik forduló az arra most kerül sor, és a harmadik fordulóban szóbeli megmérettetést vetélkedő formában, szóbeli megmérettetésen esznek át vetélkedő formában a diákok. Hogyan is kik állították össze a feladatsorokat, és ez mennyire volt nehéz, vagy éppen könnyű? Mik a tapasztalatok a gyerekek részéről is, hogy az előző fordulókban hogyan teljesítettek? Meglepően magas színvonalon teljesítettek a diákok. Nagyon örülünk, hogy ilyen alaposan fölkészültek. A feladat összeállításánál, mint gyakorló pedagógusok vettünk részt, de azért nehéz feladatot jelentett az, hogy az általános iskolás felkészülési szinthez alkalmazkodjunk, viszont a diákok lenyűgözően felkészültek. Apropó, akkor milyen korosztályt érint gyakorlatilag ez a vetélkedő? 7.-8. Általános iskolai diákok vesznek részt a vetélkedőn, és terveink szerint, hogyha talán sikerül rá forrást találni, akkor folytatni szeretnénk majd a hagyományt. Az írásbelik mellett szóban is bizonyíthattak az általános iskolások. Többfajta feladattípusból tevődik össze. Szóban játszunk honfoglalót, a csapatok egymással párbajoznak, vagy a régi kérdezfelelek című műsorhoz hasonló kvíz része is van, de van tesztlap, illetve van olyan része, ahol az diákoknak egy képzelt riportot kell előadniuk Béres Józseffel, az ő találmányáról, a Béres cseppről, illetve van interaktív játék is, amikor párokat kell kiforgatniuk egy vizuális táblánál. Ugye tehetségpontként működik az Zrínyi Ilona gimnázium, már akkreditált tehetségpontként. Ez pontosan mit jelent, és a jövőben milyen hasonló, akár hasonló rendezvények kapcsolódnak majd? Az Zrínyi Ilona gimnáziumban a tehetségpont pályázat kapcsán rengeteg esemény zajlott már le, és tulajdonképpen már a végét járja ez a projekt. Márciusban lesz a maga a projektnek az zárása. Rengeteg esemény volt szakköröktől a finnországi tanulmányúton keresztül, és ebbe a sorozatba illeszkedett bele maga a vetélkedő is. A célja pedig az, hogy a gimnázium tehetségpontként való működtetésével minél inkább inspiráljuk a diákokat, és megpróbáljuk az iskola felé orientálni őket. Rendkívül nagy az igény az OKS képzésekre, nem csak a munkakeresők, a munkaadók körében is. Híreink következnek. Csaknem 40%-kal nőtt a hiányszakmát tanuló szakmunkás diákok száma annak hatására, hogy tavaly február óta ösztöndíj jár az ilyen képzésben résztvevők számára. A fiatalok tanulmányi eredményüktől függően havonta 10-30 ezer forintot kapnak az államtól, olvasható sajtóhírekben. A hiányszakmák közül a kőműves bizonyult a legnépszerűbbnek, de szakácsnak és villanyszerelőnek is sokan jelentkeztek. A szaktárca az idén még jelentősebb növekedést vár. Rendkívül nagy az igény az OKS képzések iránt. Az országos képzési jegyzékben szereplő képzések rendszere állandóan változik, idomulva a mindenkori munkaerőpiaci igényekhez. Ha például hiányszakmák vannak a piacon, módosul az oktatás is ennek megfelelően. Új képzések vagy új képzési területek kerülnek be a rendszerbe. Napjaink egyik legkeresettebb képzése az OKS. Több szakmán belül is indultak különböző specializációk. A kozmetikusoknál például két új szakképesítés is megjelent, ilyen például a tartós sminkészítés és a speciális testkezelés. Teljesen újként jelent meg a klímareferens szakképesítés, amely a klímaváltozás, a klímavédelem és az energetika terén jártas szakembereket képez.
Van még mit tenniük a végzős középiskolásoknak, azon túl, hogy február 15-ig jelentkezhettek a felsőoktatási intézményekbe. Ellenőrizniük kell az adataikat, továbbá még sorrendet módosíthatnak, és be kell küldeniük azokat az igazoló dokumentumokat is, amelyeket nem nyújtottak be a jelentkezéssel együtt. Az adatok feldolgozása már megkezdődött, amelyről a felvételizők regisztrációs levelet kapnak. Ha a jelentkező hibásan vagy hiányosan adta meg valamely adatát, akkor hiánypótlási értesítést kap a jelentkezési határidőt követő 30. napig, vagyis maximum március közepéig. A hiányt legkésőbb a készhezvételtől számított 8 napon belül kötelező pótolni. Vége a télnek, itt a farsang időszaka. Ilyenkor megyeszerte minden iskolában rendezvényeket szerveznek a tanulóknak. Mi a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban jártunk, ahol a diákok jókedvűen köszöntötték a tavaszt. Mennyire jellemző az, hogy diák közönség előtt lépsz föl? Egyáltalán nem jellemző, tehát ilyen tisztán diák közönség előtt, ez ilyen évi 2-3 alkalom fesztiválokon, meg egyéb hasonló fellépéseken, ott jó részt diák az összetevő, de amikor kimondottan ilyen célzott vegy tiszta a közönség, az nagyon ritka, és ilyenkor meg is kell gondolni az embernek kétszer is, hogy mit mond, mert hiszen pedagógusok vagyunk mi ilyenkor. Egészen más produkcióval érkezel egy ilyen alkalomra? Igen, tehát nem engedem el úgy magamat, nagyon sok témát nem lehet érinteni, politikát például, közéletet, ami nyilván nekünk felnőtteknek, tájékozottabb embereknek vicces lenne, de ők csak néznének rám furcsán. Úgyhogy olyan témák, amik őket is érdeklik, de ugyanakkor azért építek is velük. Hogy áll össze egy ilyen produkció? Mennyire áll össze a váza legalább, hogy úgy mondjam, mielőtt kiállsz a színpadra? Hát ezek nagyjából létező dolgok, tehát az ember már nem kockáztat azzal, hogy improvizál. Ezzel nagyon sok illúziót döntök most romba, de tényleg hát a bűvészek sem csodát csinálnak, hanem trükköt, úgyhogy ugyanígy mi is azért ezeket elkészítjük előre, ezeket az anyagokat. Idefele az úton körülbelül összeáll a vázlat, de itt konkrétan a mai esetben tényleg itt a helyszínen pakoltam egymásra a dolgokat. És mit szóltál a közönséghez? Mennyire vették itt a gyerekek alapot? Nagyon vették, hál' Istennek, nagyon vették, és általában a kamaszok mindig veszélyesek, a gimnazisták és az egyetemisták, mert indokolatlanul lelkesek, és akkor is tapsolnak, nevetnek, amikor nem kéne, de itt úgy éreztem, hogy egy értő, objektív közönség volt, és jó helyen nevettek, jó helyen tapsoltak. Középiskolásként mennyire voltál, hogy úgy mondjam, bohóc az osztályban vagy az iskolában? Mindannyian, az összes stand-upos az volt, tehát mi voltunk az osztály Charlie Chaplinjei és Buster Keatonjai. Aztán az más kérdés, hogy az ilyen osztálybohócai vagy az asztaltársaság krémjei, azok meg tudják állni a helyüket a színpadon is. Ki az a művész, az a humorista, akin te igazán tudsz nevetni? Hát van néhány külföldi példám, kedvenc angol komikusaim, egy Eddie Izzard nevű ember, aki sajnos Magyarországon nem annyira ismert, ő az abszolút kedvencem. Hát a magyarok közül pedig Hofi Géza, Fábri Sándor a nagy elődök, a mostani stand-uposok közül pedig szinte mindenkin, és ezért is szeretem, hogyha többen lépünk föl, mert olyankor én is töltődöm és szórakozom. Hogyan találtátok ki ezt a Hawaii tengerparti produkciót? Az osztály ötlete volt, osztályfőnökünk is nagyon szerette volna ezt megcsinálni. Mi másfélét akartunk, de hát ez nem ide illő lett volna. Szerinted miért jó, hogy ilyen farsangi mulatságot rendeznek az iskolában? Megismerik az osztályok egymást, hogy milyen típusú dolgokat kedvelnek. Sokan csináltak tévéből látott produkciókat. Nekünk ez tetszett meg. Hogy tetszett a stand-up comedy Kovács András Péternek az előadása? Fú, hát én otthon nagyon sokat nézem a Soder Klubot, mindig fennmaradok, megnézem, és nagyon örültem, hogy eljött ide a Vasváriba. Mennyire nehezen szánják rá a diákok arra magukat, hogy beszálljanak egy ilyen produkcióba? Ez lényegében attól függ, hogy ki mennyire jókedvű és vidám ahhoz, hogy beöltözzön például politikusnak, vagy akár egy táncos lánynak, ilyen Hawaii táncos lánynak. Itt a többiek produkcióját nézve, melyik tetszett neked eddig? Hát nekem nagyon jó volt az előző, a Michael Jackson tánc, az szerintem remek volt, meg amikor az esküvőt próbálták meg modellezni. Gondolod, hogy egy ilyen jó produkció után jövőre esetleg több gyereknek lesz kedve részt venni ebben a dologban? Hát mindenképpen, mert ez egy nagyon jó dolog, és mindenkit meg tudja mutatni, hogy van jó oldala, meg hát vicces oldala is. Milyen produkciót ad elő az osztályotok? Hát az osztályunk az érettségit fogja kiparodizálni, el fogjuk rabolni az igazgatót.
És nem féltek attól, hogy ennek esetleg valami következménye lesz? Hát nem. Reméljük, hogy nem lesz ennek semmilyen következménye. Sok gyerek szerepel benne? Sokan részt vesznek? Hát az osztályunk túlnyomó része szerepel benne. Egyre kevesebben lettünk a végére, de megoldottuk. Mennyire nehezen szállják rá a gyerekek arra magukat, hogy egy ilyen közös buliban részt vegyenek? Nagyon nehéz volt, még összehoztuk, mert sok ötletet elvetettünk, aztán újabbak és újabbak jöttek, de végül meg tudtunk ebben állapodni, és ez mindenkinek tetszett. Ez volt a Sulijáró, márciusban legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Addig is jó egészséget kívánunk nektek. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és arra kérünk titeket, mozduljatok ki a lakásból, tegyetek egy sétát a szabadban, családotokkal vagy barátaitokkal. Minden jót, sziasztok!